Sziasztok, Eszter vagyok, és ez itt 2021 utolsó videója. Furcsa, hogy eltelt egy év megint, nem is nagyon tudom igazán, hogy mit mondjak, mert annyi minden történt, és valójában mégsem. Szóval, hogy kicsit kettős érzések vannak bennem, egyébként végig az ünnepek alatt hol nagyon-nagyon azt éreztem, hogy minden rendben van, és baromi hálás vagyok, hol pedig kicsit úgy voltam vele, hogy mégsem úgy sülnek el a dolgok, ahogy szeretném. De egyáltalán nem akarok semmiféle negatív körítést ennek a videónak, mert igazából a hála lesz a központi téma, és az, hogy milyen új dolgok és milyen nagyon fontos dolgok történtek velem 2021-ben, amikért tényleg szeretnék köszönetet mondani, akár nektek, akár a hozzátartozóimnak, akár magamnak. És az újévi fogadalom kérdésköréről mondanék egy-két gondolatot, hogy én hogyan állok hozzá, végezetül pedig egy-két olyan gondolat, amit szeretnék magamnak üzenni 2022-re, és aztán majd remélem, hogy 2022 végén, tehát pont egy év múlva ilyenkor, december 31-én, majd hogyha esetleg emlékszem arra, hogy vissza kéne néznem ezt a videót, hogy üzentem magamnak valamit, akkor remélem, hogy azt fogom érezni, hogy meghallottam az üzenetemet a következő évre. Összeírtam jegyzetbe, hogy pár dolgot, igazából ez tényleg a teljesség igénye nélkül, hogy miért vagyok hálás 2021-ben, és muszáj puskáznom, mert nagyon sok dolog van a fejemben, és nem akarom ezeket kihagyni, és tuti, hogy ezeken kívül is van még egy csomó minden, csak lehet, hogy azt vagy megtartom magamnak, vagy pedig kicsit még mélyen van, és még fel kell dolgoznom, de ugyanúgy egy rossz dologért is tudok hálás lenni végső soron, mert a tanulság az egy olyan dolog, ami 2021-ben nagyon így körbelengte a mindennapjaimat, hogy történnek olyan dolgok, amik akadályoznak abban kicsit, hogy előrébb haladjak, vagy hogy bízzak magamban, vagy akár másokban. Viszont az utána lévő időszak, ami a tanulság időszaka, és az, hogy kicsit visszatekintsek, hogy vajon én, az én valóságom az mennyire tér el a másik valóságától, és hogy tanuljak empátiát, megértést, meg hát magam fele türelmet. Ezzel igazából már így bele is kezdtem abba, hogy miért vagyok hálás. Az egyik ilyen dolog, amiért hálás vagyok, az az, hogy megtanultam értékelni a tanulságot. Tudom, hogy a mindennapok nagyon gyorsan telnek, és hihetetlen zsúfoltak mindannyiunknak, és azt érezzük, hogy nem ért meg minket senki sokszor, nem hallják meg az idézőjeles segélykiáltásainkat, és hogy egyedül maradunk bizonyos dolgokban, vagy éppen túlságosan folytogatnak minket idézőjelesen szintén a segítségükkel a hozzátartozóink. De valójában kicsit lehet jó, hogyha befele figyelünk, azért, mert úgy könnyebb kicsit elrendezni a dolgokat. És hogyha magamban listázom azt, hogy egy adott nehezebb szituációban miket vétettem, vagy épp miért kell megbocsátanom nekem másoknak, sosem úgy állok a dolgokhoz, és ezt is így 2021-ben, most ezt ne úgy értsétek, hogy megvilágosodtam, vagy bármit, csak hogy ezeket így észrevettem többször, főleg az utóbbi időben, hogy amikor meg kell bocsátanom valakinek, vagy akár csak magamnak, akkor nem azt nézem, hogy a másik mit rontott el, vagy mit vétett ellenem, vagy miért akart szembe menni velem, hanem azt, hogy én hogyan bocsáthatok meg. Tehát kicsit egy kedvesebb szemszögből próbálok rávilágítani arra magamnak, hogy a másik miért tehette azt, vagy én miért döntöttem így úgy, szóval, hogy ez nem csak arra értem, hogyha valaki engem bánt meg, hanem ha akár én cselekszem olyat, ami utólag nekem nem jó. Szóval, hogy megpróbálok inkább úgy hozzáállni, hogy nem a másik hibáit, vagy a saját hibáimat nézem, hanem azt, hogy igen, ez megtörtént, mehetek tovább, ebből mit tanulok. Szóval a tanulság értékelése. Lehet, hogy ez kicsit kusza volt, mert tényleg most gondolom át ezeket az érzéseket, és remélem, hogy valamennyire érthető, ha nem, akkor ne haragudjatok. Amit felírtam, hogy egészségesek a szeretteim. Hát ez egy olyan dolog,
ami igazából 2020 óta nagyon-nagyon erősen a mindennapjaimban, a fejemben van, hogy hálát adjak minden este az ágyban, lefekvés előtt azért, hogy a szeretteim és én is egészséges vagyok. És igen, voltak megfázások, nagyobb betegségek, de hogy ilyen konkrét, komoly egészségügyi problémáink ebben az évben nem voltak, a 2020 ugye nem ilyen volt, szóval azóta van ez bennem, és tényleg minden este, egy estét sem hagyok ki, hogy hálát adjak ezért, úgyhogy nagyon köszönöm ennek az évnek, hogy hogy egészséges mindenki, akit szeretek, mert ez nagyon fontos nekem, úgyhogy igen, ezt írtam fel elsőként, mert tényleg ez az a dolog, ami hogyha megvan, akkor mindent meg tudok oldani, hogyha ez nincs, akkor viszont minden mást eldobok, és nem érdekel. Szóval, pozitívabb témára ugorva, bár ez is az volt, elindult a Sárga Bögre Podcast, és a kapcsolatom az így eléggé elmélyült Sárával, ami egy varázslatos dolog számomra, mert Sára egy olyan ember az életemben, aki azon kevesek közé tartozik, és lesz még egy-két ember ebben a listában, akivel így az első perctől kezdve azt éreztem, hogy nekünk tényleg kellett találkoznunk, és tényleg összefonódik az életünk, és nem csak az, hogy elindult ez a Sárga Bögre Podcast, amit nagyon szeretek, imádom a felvételeket, a kreativitásomat is ki tudom benne élni, és így fejlődök benne, egyre inkább azt érzem, hogy megtalálunk olyan témákat, gondolatokat, hogy egymástól is tanulunk, és imádom, hogy ilyen aktívan reagáltok egy csomóan, úgyhogy nagyon remélem, és tényleg nem titkolt célom, és azt érzem, hogy Sárának is, hogy ez a Sárga Bögre Podcast, ez így menjen, amíg csak tud, és szeretnék nagyon sok közös projektet Sárával, azon kívül, hogy így négyen, Krisztián, Isti, Sára és én, meg persze Zente Baba, szóval öten, találkozzunk többet 2022-ben, végül is Kecskemét, Budapest nem óriási távolság, meg tudjuk oldani, ha nekünk is lesz autónk, akkor még gyorsabban, szóval nagyon szeretném, hogy intenzív legyen velük a kapcsolat, mert úgy érzem, hogy a fiúk is tök jól kijönnek, egyszer találkoztak eddig, és rögtön felvettük egy podcast felvételt, de tök jó volt, és tényleg tök jó érzés Zentét is látni így cseperedni, mert zseniálisan a kis angyal, tényleg egy kismanó, és Sárát meg nagyon szeretem, úgyhogy hihetetlen hálás vagyok érte ebben az évben, és a podcastért is, és tényleg így a velük való kapcsolatért, úgyhogy remélem, hogy ez így nagyon épülni fog, mert fontosak nekem. A következő pont... Júlcsi, három felkiáltójel! Hát igen, ugye... 2021. május 26-án találkoztunk először, amikor a nyári fotózás volt az ő én idő ruhájának, és igazából tényleg azt érzem, hogy nem tudom szavakba önteni azt, és egyáltalán nem érdekel, hogy ki mit mond erre, mert hihetetlen hálás vagyok, hogy mit érzek vele kapcsolatban, és azzal kapcsolatban, hogy így megismerhettem. Egyszerre van bennem egy ilyen jó értelemben vett párhuzam, hogy kicsit néha emlékeztet anyára, mert, és nem csak azért, mert pont egy napon születtek tök véletlenül, hanem mert egy csomószor ad olyan tanácsokat és terel olyan irányba, úgyhogy egyáltalán nem szándékos és nem kéretlen tanácsokat osztogat, félre ne értsétek, egyszerűen csak őszintén segít és bíztat és bátorít és bízik bennem, és tényleg nagyon rövid idő alatt nagyon dinamikusan fejlődött a kapcsolatom Jócsival, és hihetetlen sokat segít. Tényleg hihetetlen sokat. Az, hogy az Eszter szeglete működhet, és hogy van kedvem még inkább videókat csinálni, és hogy van lehetőségem, az például az, hogy ez a kamera, amivel most ezt felveszem, ő ezt kölcsön adta nekem, és használom konkrétan június óta. És az, hogy valaki ilyen önzetlenül, mert simán megtehette volna azt, hogy nem adja nekem kölcsön ezt a kamerát, és nem használhatom addig, amíg nem tudok magamnak venni egyet, és egy szót sem szólt, sőt, szerette volna, hogy addig elfogadjam ezt. Úgyhogy hihetetlen nagy segítség. Egy csomószor ad videós tanácsokat is, és csinálhattam vele több közös tartalmat, és nagyon remélem, hogy 2022-ben még több lesz, és... Tök őszintén mondom, hogy ha valaki azt hiszi, hogy ez azért van, mert hogy tökre örülök neki, hogy még több követőm lesz miatta, hát akkor szerintem felesleges ezt a csatornát néznie, mert én nagyon nem ez az ember vagyok, és annyira jó érzés, hogy ezt tök őszintén ki tudom mondani, hogy
Igen, lehet, hogy ez egy jó velejárója, de nem érdekel. Egyszerűen csak az érdekel, hogy milyen viszonyom lett vele, és hogy milyen jókat tudunk beszélgetni, hogy nem gondolkodom, egyáltalán nem gondolkodom, hanem így kiömlik belőlem őszintén minden dolog magammal kapcsolatban, és ő, és meghallgató fülek letalálok, és fontos tanácsokat kapok, és olyan közel került hozzám, és nem csak az, hogy szinte napi szinten beszélünk, és hogy gyakran találkoztunk, főleg az utóbbi időben, hanem hogy sokszor gondolok arra, hogy vajon ő ehhez mit fog szólni, vajon ő erről mit fog gondolni, és csupán csak azért, mert barátok lettünk, és igen, bőven van bennem egy olyan, hogy ő egy példakép számomra, és egy olyan nő, egy olyan 7 évvel idősebb nő, aki nekem példa. És szerintem tök jó dolog, hogy tanulhatok tőle, hogy inspirálódhatok tőle, hogy beszélgethetek vele, és ha egyetlen egyszer, csak egyszer majd bármikor az életben segítségre lesz szüksége, és mondjuk én tudok majd neki bármivel segíteni, akkor tényleg a legboldogabb leszek, mert egy olyan ember, olyan ember, akire azt érzem, hogy tényleg számíthatok, és csodálatos, hogy milyen lelke van, és nagyon erős, nagyon bátor, és azt hiszem, hogy sokunknak bazisokat ad. És ez a dolog, hogy ő így szétosztja azt, ami benne van, hát ezért szerintem mind nagyon hálásak lehetünk. Millió gondolatom van még vele kapcsolatban, és egyébként Dáviddal is, mert zseniális férje van, a leghumorosabb, legviccesebb, legintelligensebb egyik olyan férfi, akivel találkoztam valaha az életemben, szóval ők tényleg egy csodálatos páros, és nagyon remélem, hogy ez, ami kialakult közöttünk, ez szintén csak így fejlődik majd, és annyira jó, hogy ez úgy történik, hogy azt érzem, hogy ennek így kell lennie. Szóval 2021-ben a Julcsival való viszonyom egy nagyon velős és nagyon fő pont ebben a listában, mert néha álmodoztam arra, hogy majd egyszer beszélgethetek vele, mert hálát és köszönetet akartam neki mondani, de ez így még jobb, mint amit elképzeltem, úgyhogy Jócsi, itt a videóban is bazi hálás vagyok neked, és köszönöm szépen azt a sok-sok segítséget, amit adsz, mert nagyon sok lehetőségem, és nagyon-nagyon sok jó gondolatom lett magammal kapcsolatban azért, mert azt érzem, hogy te is szeretsz, és ez így építi a bennem egyébként eléggé lerombolt önbizalmat, szóval köszönöm. Mondom tovább. Akkor, igen, az Eszter szeglete egyre komfortosabb, egyre fontosabb számomra. Tényleg szeretnék 22-ben még inkább belelendülni ebbe, van egy csomó ötletem, tervem, nem tudom, hogy mi, hogy fog megvalósulni, mert ugye dolgozom is, és azon kívül magánéletem is van, és egy csomó minden, és tök jó, hogy így letisztázódott bennem, hogy ez egy csatorna, ami fontos nekem, szintúgy, mint az Instagram, ez a két felület, ezt használom, megmutatok őszintén egy részt magamból, és most azt érzem, hogy annyira jó, mert én tudom, hogy a személyiségem, most képzeljünk el egy kört, ez egy pici szelete, és tök őszinte szelete, és tök valós, és beengedlek titeket bizonyos részébe az életemnek, de a maradék, nem tudom, 75% a körből, az így megmarad azoknak, akik úgy benne vannak az életemben, és ez tök jó, hogy letisztázódott bennem, és most azt érzem, hogy az a lényeg, hogy ezt én tudom, és kész. Szóval kicsit úgy erősebbnek és bátrabbnak érzem magam ezzel kapcsolatban, úgyhogy másrésztről meg nagyon köszönöm nektek, akik itt vagytok, mert emiatt létezik ez az egész. Voltunk egy varázslatos nyaraláson. Igen, voltunk Makarskán Krisztiánnal, és egyébként szeretnénk még többet is többször utazni, mert mindig, amikor vele töltök időt, tök mindegy, hogy csak egy kanapén való chipszezés, vagy egy séta az erdőben, vagy bármi. Amikor beszélgetünk, akkor annyira belemerülünk a beszélgetésbe, és mindig van téma, mindig van valami új, mindig megtudok róla valami újat, a kapcsolatunkról valami újat, és például a nyaralás is egy tök jó lehetőség arra, hogy így megpihenjünk, és hogy így közösen összeadjuk az érzéseinket, a gondolatainkat, élményeket gyűjtsünk, és nekem tényleg Krisztián az az ember az életemben, aki a nagybetűs ember, aki a nagybetűs támaszom, a legjobb barátom, a legfontosabb számomra, úgyhogy
hihetetlen hálás vagyok érte, és azért, hogy az ő párja lehetek, mert egy varázslatos ember, úgyhogy igen, a nyaralás is egy csodás dolog volt vele. Nyáron gyerektáborokba tanítottam. Imádom a gyerekeket, és tök jó tapasztalat volt. Többször volt már ilyen, de most ez egy hosszabb időszak volt, 3 hétig voltunk ott lent táborozni. Úgyhogy tök jó tapasztalat volt, és igen, tanulni kell a tánctanítást, és nehéz így, hogy egyáltalán nem tanultam ezt, csak évek alatt ugye láttam, hogy apáik mit csinálnak, és onnan csípek el, meg így érzésből is jön egy-kettő dolog, és végül is tökre levirányítja azt, hogyha tanítunk bármit, de attól még jó ilyen kis asszisztensként ott lenni, és figyelni a gyerekeket, ahogy fejlődnek, mert az, amikor egy kisgyerek boldogan rád néz, és látod rajta, hogy sikerélménye van, mert valamit úgy érzi, hogy jól csinál, és megdicséred, és megsimogatod a hátát, és nevet veled, vagy érzed, hogy így keresi a figyelmedet, az nagyon jó érzés. Úgyhogy ezért is hálás vagyok. Akkor a következő pont, Szentendrén a családdal voltunk, nyáron egy napot, meg úgy nálunk voltak mindannyian, és akkor igazán megéreztem, hogy már 6-an vagyunk. Ez alatt azt értem, hogy nekünk ez a 4-es burok, anya, apa, tesóm és én elég erős, és erős is volt mindig szerintem, de most úgy igazán, hogy felnőttünk, és így kirepültünk, én kirepültem, Levi meg már most fog, és ugye bejött a képbe Dorci és Krisztián, és azt érzem, akkor éreztem először Szentendrén igazán, hogy most már 6-an vagyunk, hogy így bővült a család, és nagyon jó érzés, hogy olyan párja van az öcsémnek, akit hihetetlenül szeretek, egy nagyon kedves lány, és mindig az jut róla eszembe a kedvenc gondolatom, hogy olyan társat választ, aki kedves, és nagyon büszke vagyok az öcsémre, és nagyon-nagyon örülök neki, és nyugodt így a lelkem, hogy olyan társat választott, aki kedves. Most ne beszéljetek! Következő ilyen pont, hogy kitartottam a tánc mellett. A Covid után nagyon sokan abba hagyták a táncot nálunk, és nagyon sok nagyon kedves barátom, maradtak barátaim, nagyon fontos barátaim, de sokan abba is hagyták, és azért elég nehéz és terhes tud lenni néha tényleg minden hétvégén hazajönni, és erre áldozni a kapcsolatunkból is a szabadidőnket, az én időnkből is a szabadidőnket, és mindent, mert így igazából nincs vége a heteknek, hiszen zsinórban történik minden. De örülök, hogy kitartottam mellette, főleg a novemberi műsoron, egyébként az volt szerintem az első Vlogmas videónak a témája, vagy az is benne volt. Szóval, hogy akkor a műsoron, a színpadon újra azt éreztem, hogy igen, emellett még kitartok, és hogy nehéz lesz ezt elengedni egyszer, de amikor majd azt írom, hogy azt érzem, hogy fizikálisan nem bírom tovább, akkor ezt el fogom engedni. Még egyelőre nem tudom, hogy hogyan, mert ebben nőttem fel. Minden, a legtöbb fontos kapcsolatom itt van, és egyszerre nosztalgikus, egyszerre kihívás, egyszerre érzem benne önmagamat erősnek, és úgy nagyon sok minden köt ehhez, és soha nem fogom elengedni a néptáncot, a magyar népzenét, mert nagyon fontos nekem, és tényleg ebben élek, ebben nőttem fel, és nagyon szeretném, hogy majd a gyerekeim is megéljék ezt, mert van ennek egy olyan pikantériája, amit azért, aki benne van. És egyáltalán nem baj, hogy ez így van, de hogyha esetleg olyan vagy, aki néptáncol, és egy ilyen közösség része, akkor pontosan tudja, hogy mi az az érzés, ami úgy hozzáköt ehhez, és nagyon nehéz miatta elengedni, és nem is kell, csak akkor, amikor már azt érzed, hogy most akkor el tudod engedni, anélkül, hogy túl nagy fájdalmak lennének. Akkor még ilyen egyszerű dolgokat írtam fel, hogy kipróbáltam ezt a frizurát, és most ilyen ez a világosabb árnyalatú most a hajam, meg lettek benne ilyen rövidebb tincsek, egyébként kiskorom, hát mondjuk ez teljesen a saját hajszínem, itt a tetején, és ugye itt lefele vannak benne, és nagyon hálás vagyok, hogy ugye Sáren keresztül megismertem Ernát, aki egy zseniális fodrász, tök jól lehet vele beszélgetni, nagyon jól karbantartja a hajam, tök jó tanácsokat kapok tőle, megismerhettem így az Authentic Beauty Concept termékeket is, mert azokkal dolgozik a hajamon, szóval ezek ilyen egyszerű dolgok, de így az én szeretetemmel kapcsolatos. Akkor voltam önbizalom workshopon, ugye a Method Moon Esther önbizalom workshopon, amire Julcsi hívott meg, például ilyen dolgokra is gondoltam, hogy nagyon sokat kapok Julcsitól. Nagyon jó volt ez a workshop, és nagyon sok maradandó pillanat van a fejemben a workshoppal kapcsolatban, amikor így a tükörben nézel, és azt kell magadnak mondani, hogy szeretlek. Az így ilyen bazi nagy feladat, de utána is sokat örlöd magadban a szó jó értelmében, hogy
hogy ezt miért is volt nehéz kimondani, és hogy ezt akkor gyakorolnom kéne, és először csak magamban, és aztán majd hangosan, szóval tök jó ilyen aha élmények, ilyen felismerések értek a workshopon, és biztos, hogy szeretnék még 22-ben több ilyen metondomunos workshopra menni, mert sokat ad. Megírtam az első ilyen cikkemet, ugye az őszi téli The Body Shop magazinba, és nekem ez egy nagyon nagy dolog volt az életemben, főleg, hogy a Body Shop az egy ilyen felső polcon lévő márka nálam, és imádom őket, a márka hitvallását, a termékeiket, azt, hogy mindig gondolnak rám, és tényleg nagyon szeretem őket, és nagyon jól esett, hogy így gondoltak rám ilyen téren is, és hogy adtak lehetőséget, és nagyon remélem, hogy lesz még ilyen, és egyébként 22-ben szeretném, hogy írhassak cikkeket bizonyos helyekre, úgyhogy most ezen leszek, ezen fogok gyakorolni, olvasni, kicsit hozzátanulni, képezni magam, odafigyelni erre, és szeretnék 22-ben több energiát fektetni abba, hogy írhassak cikkeket, mert akár online, akár nyomtatott magazinba, mert vannak gondolataim, és lehet, hogy néha ilyen könnyedebb témákban, de például akár a szorongásról, vagy bármiről, a saját érzéseimről írnék szívesen, és ezek egyértelműen nem szakcikkek lennének, hanem az érzéseim. És nem tudom, hogy olvasnák-e, vagy hogy kiolvasná, de fogok próbálkozni, aztán majd meglátom, hogy hova jutok, de mindenképp fogok próbálkozni, és elég erősen. Akkor ugye a Salon Sophie fotózás. Nagyon hálás vagyok több márkáért is ebben az évben, akár a Salon Sophie-ért, és hogy megismertem Zsófit, a Vivináért, hogy megismertem Vivit és Nassimot, a Body Shop-val való együttműködésem folyamatos, a Natural Skin-től imádok mindent, amit kapok tőlük, és nagyon hálás vagyok érte. Szóval, hogy vannak márkák, amiket imádok, imádom a termékeiket, és nagyon jó érzés, hogy próbálhatom őket, és alkothatok róluk véleményt. Másrészt pedig az emberek, akik mögöttem vannak, Az így még jobb. Úgyhogy ezekért nagyon hálás vagyok. Karácsonyi gondolatok. Ezt azért írtam fel, mert tényleg kettős érzések voltak bennem most karácsonykor, de most így kezd kitisztulni kicsit a kép, és meg kell tanulni a nem tökéletest is elfogadni, sőt, az talán sokkal jobb, mert olyan úgy bele tudsz ragadni, és bele tudsz kapaszkodni az érzéseidbe, még akkor is, hogyha néha az nem jó. Majd az így átváltozik, így átalakul, és majd így máshogy tekintesz rá vissza. Éppen akkor, amikor történik, lehet, hogy az úgy annyira nem jó, vagy nagyon nehéz, de hogy így erősít rajtad. És amikor utólag így visszagondolsz rá, akkor tök jó már, hogy egy erősebb emberként tudsz visszatekinteni. Az újévi fogadalom kérdéskörére még így a végén rátérve, most azt fogalmazódott meg bennem, hogy vannak gondolataim, amiket szeretnék 2022-ben, akár mondjuk az, hogy tudatosabban táplálkozzak, többet mozogjak, változtassak az alkatomon, változtassak azon, hogy most így kicsit nem vagyok elégedett a testemmel, és ez nem azt jelenti, hogy drasztikus változásokat akarok, vagy hogy szenvedtetni magamat, vagy bántani, vagy bármi ilyesmi, hanem egyszerűen az, hogy lehet, hogy ez egy tök jó lehetőség az új év, akár csak érzetben is, sőt valószínű csak érzetben, hogy te, ez fogalmazódott meg bennem, hogy nem egy tiszta lappal kezdj, és nem egy új fejezetet nyiss, hanem hogy folytasd, ami van, csak máshogy. És ez egészen egyszerű, mert tényleg ez van, hogy van egy jó nagy csomag a hátadon, amit már születésedtől fogva töltögetsz, cipelsz, beleraksz csomagokat, kiveszel belőle csomagokat, máshogy kötsz meg rajta az egyik csomagon egy masnit, vagy összekötsz két csomagot, vagy szétszedsz egy csomagot, szóval hát ezerféle ilyen kis hasonlatot, metaforát tudnék mondani, de a lényeg az, hogy ez a csomag állandóan telik, és te nem fogod kipakolni, mert minden, ami benne van, az te vagy, az a te részed, és csak raksz hozzá, vagy elveszel belőle, de maga a csomag az meg lesz, és a benne lévő dolgokat szerintem nem is kell kivenni belőle. Nem szeretem azt, amikor így visszagondolok valamire, hogy ezt máshogy csináltam volna, nem. Így alakult, így lett, akkor most, ami most van, meg ami lesz, azon majd gondolkodom, és azt majd variálgatom. Úgyhogy most az van bennem, hogy nem egy tiszta lap, nem egy új könyv, nem egy új táska, nem egy új csomag, hanem az, ami ott van, azt megtanulom kezelni, nagyon hosszú idő, valószínű örökre szól, megtanulom majd folyamatában, tanulom folyamatában, de hogy így rakok bele új dolgokat is, és másképp, és lehet másképp, és nem kell, hogy új legyen, nem kell, hogy tiszta legyen, csak egy más folytatás. Úgyhogy most így ez állt össze a fejemben.
Ami fontos számomra, hogy szeretnék egy kicsit lazább lenni, ez alatt értem azt, hogy nem akarok mindenhez annyira görcsösen ragaszkodni, annyira görcsösen jól csinálni. Valószínű ez a személyiségemből adódik, de egyszerűen csak szeretnék kicsit lazább lenni. Az egészségem miatt is, a mentális, lelki, fizikális egészségem miatt is, meg azért, hogy a körülöttem lévő emberek is kicsit boldogabbak legyenek, és ne lássák azt, hogy állandóan stresszelek és görcselek. A szorongás témakörével szeretnék foglalkozni, hogy kicsit tényleg tisztábban lássak, akár magammal kapcsolatban is, és a szorongás nem észre fel mindennapjaimat. És valójában, ez most egy kicsit érdekes lesz, de muszáj megtennem. Szeretnék neked köszönetet mondani, Eszter, azért, mert amikor azt érzed, hogy már elrontottad, és nem tudsz változtatni, nincs visszaút, idővel akkor is hagyod, hogy azt érezd, hogy jobb leszel, jó leszel, helyre tudod hozni, és hogy hallgatsz azokra az emberekre, akiket akár a videóban is említettél, legyen szó a szüleidről, a barátaidról, a párodról, egyszerűen csak tudsz támaszkodni másokra, elfogadod a segítséget, és aztán átértékeled a helyzeteket. Úgyhogy Eszter, legyél ilyen 2022-ben is. És szeresd önmagad. És ti is szeressétek önmagatokat. Köszönöm, hogy itt voltatok velem, nagyon köszönöm nektek ezt a 2021-es évet, hálás vagyok értetek, és nagyon remélem, hogy 2022-ben is itt lesztek. Boldog új évet kívánok nektek, és nagyon tartalmas, izgalmas, és békés, szeretetteljes 2022-t. Sziasztok!